Egyre jobban az illegális hulladék lerakó kedvenc terepe a szekszárdi borvidék. A Szőlőszem mozgalom önkéntesei, Tanya Bizalmi, egyre több SOS jelet adnak le. Nem csak építési törmelékek, festékdobozok, nagy térfogatú elektronikus hulladékok, vasak, fémek borítják és rondítják is persze a kultúrkörnyezetet. Az élővilágra számos, veszélyes következménye. Tisztába kell lennünk azzal is, hogy akár a műanyag hulladék, hiszen bomlása során mikroműanyagok keletkeznek, és ugyanúgy be tudnak kerülni a táplálékláncba, tehát az is például problémát jelent az élővilág számára. Éppen ezért mindent, tehát a papírtól kezdve a műanyag és fém hulladékon keresztül tudni kell, hogy az nem a természetbe való, annak megfelelő kezelésre van szüksége. Egy már sokat látott szőlőszemes önkéntes bordakára is meghökkent, amikor a borvidék északkeleti részén a Csötönyi völgy bejáratánál eddig nem jellemző, különleges hulladékhegyre bukkant ipari mennyiségben. 15-20 méterre a völgyhajlat kezdetén ott nagy mennyiségű, mint egy 60 darab különböző méretű gumiabroncsot találtunk. Szépen össze volt rakva, de az idő során megbomlott ez a rakat, és hát bizony-bizony legurultak az erdőbe, elég sok legurult az erdőbe, tehát elég mérő, mint egy 60-70 méter távolságból is fel kellett ide hozni a gumikat. A Szőlőszem mozgalomnak a munkatársai járőröznek ezen a területen, és amennyiben újabb bejelentés érkezik a részükről azzal kapcsolatban, hogy itt ugye nem csak a tanyabetörések miatt vannak problémák, hanem az illegálisan lerakott szeméttel kapcsolatban is, akkor a kollégáim azonnal nagyobb létszámban fognak erre a helyszín, ezeken a helyszíneken megjelenni, és a járőrözések folyamán egyrészt a megelőzés lesz a céljuk, másrészt, hogyha olyan személyekkel találkoznak, akik illegális hulladékot szándékoznak lerakni, akkor velük szemben természetesen eljárnak. Az első lépés a bejelentés, aztán jöhet a civil összefogás további erősítése az ügy érdekében. A megyei rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta, voltak már leleplezések, tettenmérések, még jobban fókuszálnának erre a területre, de sokszor, mint például a gumiügyről és más esetekről sem, nem tesznek hivatalosan bejelentést, így nyomozás sem indulhat el.